A jó idő beköszöntével egyre többen jelentkeznek be a Tolnai Antal szervizbe, hogy leváltsák a téli gumikat és felrakassák a nyári garnitúrát. A tulajdonos szerint lényeges, hogy mindig az évszaknak megfelelő abroncsal legyen felszerelve az autó, hiszen kopott vagy sérült futófelület esetén nőhet a fékút távolsága, ami rendkívül veszélyes. És egy esetleges baleset jelentős kiadással járhat a tulajdonosnak. Ez egy nagyon gyorsan elkopó gumiköpeny, és ugye annak a meleg aszfalton sem megfelelő ugye a tapadása. Fékút távolság, baleset körülmények ugye egyre nagyobbak, úgyhogy ha valaki úgy tervezi, hogy lekoptatja esetleg még, mert van rajta minta, nem valami jó ötlet, mert ugye azok a köpenyek igazak, hogy lágyabb a keverékűek, de viszont mire már olyan minta, vastagság, ha van rajta, vagy mélység, akkor már az is el van öregedve, és se ugyan sem lesz jó a tapadása. A gumik cseréjénél azonban még ne álljunk meg, ahogy a téli hidegre, úgy a meleg időre is fel kell készíteni a kocsit. A megfelelő ablakmosó folyadék, ami most már bogároldó, ugye nem jégmentesítő, és ez nagyon fontos, otthon is ugye mindenki tulajdonos fel tudja tölteni. Kis kiszerelésekbe ezek kaphatók, jól törőjön az az ablaktörlőgumi, ugye ne csak ottan legyezzen ugye a szélvédőn, hogy megfelelő láthatóság legyen. Ugye ebbe tartoznak még megfelelő a világítások, hát azért ellenőrizzék, mert ugye az esti sötétedés most már egy kicsit. Ugye a netszer sokan autóznak még 5-6 óra, 7 óra, és ugye ez az átmeneti időszakban nem árt, hogyha a világítás is ugye megfelelő. Tehát aki eddig még nem jelentkezett be, az a napokban mindenképp keressen fel egy autószervizt, cseréltesse le az abroncsokat, tartsa be a szakemberek utasításait, hiszen nyakunkon a tavasz. Egy garnitúra ára egyébként átlagosan 80 és 130 ezer forint között mozog a piacon, gyártótól függően.